Sziasztok, ez itt a meccs kibeszélő, ahol ezúttal most három meccset is egy videóban értékelek, hiszen annyira összesűrősödött itt minden, hogy szerintem nagyon értelme nem is lenne lebontogatni ezeket egyesével videókra, bőven elég így egy videóban. Most ezt a három meccset kicsit jobban kivesézem, illetve majd jönni fog természetesen hamarosan a csoportkör összefoglalója is, ahol nem is csak a harmadik fordult, hanem önmagát a csoportkörét értékelem az Afrika kupának. Tomi majd inkább a nyolcad döntöknél vállal nagyobb szerepet most így osztottuk fel. Minden esetre akkor kezdjünk bele az első meccs, ez az egy Egyiptom-Szudán találkozó ahol ugye hát két olyan csapat lépett pályára, amelynek megvolt az esélye a továbbítása, de nyilván Egyiptom volt a meccs esélyese és hát végül papírforma eredmény született, ugye Abdel Nomen fejeső döntött a 35. percben. Összességében egyébként Egyiptom végig dominált ezt a meccset, Szudánnak nem sok köze volt egyébként a meccshez. Ugye a második fődőben a Nyíregyháza játékos a Yashin Hamed is pályára lépett, és ugye bisszogina a Nigéria meccs miatt lett harmadik Szudán, de tovább nem jutott. Egyébként ez a szudáni válogatott nem is érdemelt továbbítást. Az, hogy az egyiptomi válogatott továbbítást érdemelt, azért én azt gondolom, hogy igen, viszont ez nagyon kevés lesz majd az elefántcsontpart elleni nyolcad döntő. Ben. Tehát, amit nyújtott Egyiptom ezen a tornán, az szerintem édes kevés. Ugye két meccsüket is láttam. Tehát, oké, okay, hogy megnyerték itt az utolsó két meccsüket. Na most Bisszó-Gína és Szudán ellen egy, egy gólos győzelem. Azt hiszem, azért Egyiptomtól többet lehetne várni. Nyilván ezt a elég volt a továbbításhoz. Meg összességében csak egy gólt kaptak a három meccs alatt, ami egyébként egy jó arány viszont a helyzeteket ezen a meccsen sem tudták nagyon jó százalékban értékesíteni, ráadásul nem is volt nagyon sok helyzetük, ugye a második fél időben még a végén, ugye első kellett megmenteni Egyiptomot a döntetlentől, a második fél idő végén, viszont Egyiptomnak egyelőre a góllövéssel vannak a legnagyobb problémái, pedig azért nincsenek Egyiptomban rossz játékosok, elég csak szalára gondolni, de azért Trezegé, vagy például Zizó is nem játszottak rosszul, Zizó főleg ugye Nigeria ellen tűnt ki, úgyhogy azért Egyiptomtól több kell a folytatásban emként a futcál nem lesznek majd meccsértékelők, annyit mondok előre, viszont az összefogadók TikTokon. Na de térjünk vissza az Afrika kupára, szóval Elefántcsontpart Algéria a másik mérkőzésünk. Ugye ez egy rangadó volt egyébként, viszont Elefántcsontpart tett arról, hogy ne legyen az. Algéria már a himnuszoknál látszott, hogy nagyon elszánt volt, és ezt a meccset nagyon meg akarta nyerni. Nyilván döntetlen vagy a vereség, az biztos kiesés lett volna Algériánál, mert az első két meccsüket azokat nagyon elrontották. Viszont Algériának Hát a meccs elején adódott ugye egy lehetőség, ugye Benasser kapufája, viszont Elefántcsontpart előtt is adottak lehetőségek, majd meg is szerezte a vezetést Elefántcsontpart, és jobban is játszott összességében. Nem nőtt nagyon, nem kerekedett nagyon Algéria fölé, de azért viszonylag jobban játszott, és aztán az első félidőben két gólos előnyről mehetett a szünetre és Algériának fel volt adva a lecke, hármat rúgni a második filidőben. Ehelyett mi történt? 9 perc sem telt el a második filidőből, és már megkapták a harmadikat. Egy nagyon szép PP-góllal már 3-0-ra vezetett elefántcsontpart és a címvédő ezzel úgy állt, hogy nem lő gólt, és úgy esik ki nulla ponttal a csoportkörből. Aztán rögtön rá pár percre megkapta az esélyt arra Algéria, hogy szépítse, viszont Riad már ez az Algériák legértékesebb játékosa, a kapufára előtt a büntetőt, tehát Szangaré kapusnak még védenie sem kellett, utána pedig szabadrugásokból adottak lehetőségek Algériának, de és elefántcsontpartnak is egyébként, de azzal sem tudtak élni. Aztán utána jött a csereként báló Bendektától egy szépítő a 73. percben, és Algéria előtt így valahogy esély nyúlt, vagy nyílt arra, hogy ezt a meccset visszahozza, és legalább egy döntetlen kiharcoljon, hiszen Slimani fejessét Sangarénak kellett védeni, ez egy óriási bravúr volt, majd volt egy szabadrugást, azt is Szangaré védte, és ugye volt egy les gólja Elefántcsontpartnak, ugye nem Kessé volt lesen, aki belőtte, hanem ugye már ott az induló szélső ember. A meccs végén azonban jött egy olyan, amit hát nem nagyon láttam még életemben, de az afrikai játékvezetés az megint vétette egy bakit, ez már egyébként a harmadik nagy bakiuk volt szinte a tornán. Haller gólját ugye eleinte megadták, és 4-1-nél lefújták a találkozót, és ezt utólag visszamódosították 3-1-re, mivel Haller lesen volt. Viszont nagyon úgy nézett ki, ugye hogy a 93. percben 4-1-re kiüti elefántcsont part Algériát, végül idézőjelben csak 3-1 lett, de hát Algériától ez egy rendkívül gyenge produkció volt. Nem csak ez a meccs, hanem ez az Afrika kupa is. Elefántcsont meg egy nagyon jó önbizalom növelő győzelem. Egyébként engem nagyon megfogtak ezzel a játékkal. Ugye elefántcsont ott se lesz a VB-n, az biztos, de ha Algéria így folytatja, akkor ők sem lesznek ott. A Gambia Tunézia meccs méltóan a volt ennek a csoportkörnek, nem csak azért, mert a sláger eredmény nyelv végződött ez a találkozó is, és egy nulla lett, hanem azért, mert uh, ugye találkozott uh, két olyan csapat, amely ugye foglalkoztat mb 1 es játékost, ugye Gambiánál Lamin Jalló, még uh, Tunéziánál ugye Aysel van szó. Most mondanom se kell, hogy azért az nb 1 ben is uh, ki, vagy melyik úgymond a magasabb értékű jobb játékos, és hát uh, Gianlo ugye nem is játszott ezen a mérkőzésen, viszont Lai Duni ugye végigjátszott a találkozót, de egyébként uh, összességében az első fődő Tunéziájé volt, viszont nem, uh, nem sikerült ugye élniük a lehetőséggel, hogy betaláljanak büntetőből, aztán ugye még uh, volt ott a kispadnál egy piros lap is, szóval egy nagyjából az első félidő vége, amely izgalmasra sikerült. A második félidőt ugye sok pontatlanság jellemezte, aztán voltak olyan szituációk, vagy olyan időszakok, amikor Gambia perceit láthattuk, a gambiaiak próbálkoztak, volt egy óriási felső szabadrugásból, a félidő vége felé meg Tunézia kezdett el helyzeteket kialakítani, de igazából egyik csapat sem bírt a másikkal, és nagyjából ugye a 70. percben én már gyakorlatilag elkenyvettem, hogy jó, hát ez egy tipikus 0 0 meccs, de lehet dráma a végén. Utána is néztem, mely meccseken volt így 80. perc után hajrábeli gól, hát ha ezen is lesz, közben lefújták a Mali Mauritániát, ugye az zajlott párhuzamosan, úgyhogy az utolsó percek az Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörében, és itt egy olyan szituáció, hogy a játékvezető többször is előhúzta a piros lapot a tunéziaiaknál, de még ki sem derült, hogy pontosan kiknek kellett lemenni, még Gambiának volt egy lehetőség, és a csereként beállt Jalló, nem Lamin Jalló, aki a vidibe játszik, hanem Abdul Jalló, ugye a csereként állt be, ő szerezte az ellen azt a történelmi gambiai gólt az onk és most is ő egy nagyon fontos gólt. Menre vette a labdát nagyon szépen, és kapásból bezúdította 10 másodperccel a vége előtt. Óriási öröm volt Gambiában, meg egyébként is egy szép, szép gólal nyert Gambia mondhatom talán azt is valamennyire, hogy megérdemelten. Tunézi egy kicsit, mint magát is verte volna meg. De egyébként a meccs színvonalára nagyon nagy hatással volt, hogy ezt a meccset az F csoportban játszották, tehát konkrétan akkor, mikor az összes csoport lezárult, és mind a két csapat tudta azt, hogy ha harmadik, ha második, biztos ott lesz a nyolcad döntőben, tehát igazából egy felkészülési meccs ez a nyolcad döntőre de legalább nem lett 0-0 a vége, lett dráma a végén, egy szép góldal is, úgyhogy azért összességében egy jó kis meccs volt. Volt már rosszabb meccs is az Afrika kupám, volt azért jobb is, de egyébként a maga szépsége ennek a találkozónak is megvolt, bármennyire furcsa egy Gambia-Tunézia meccsre lesz mondani, de egyébként az ember ebben is megtalálta a jót. Nyilván rosszat is lehet keresni, tehát voltak nagyon rossz periódusok, meg voltak nagyon sok pontatlanságú, de most nem ezzel szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy méltóan zárult ez a csoportkör. Most jön két szünnap az Afrika Kupán de nálunk nem, hiszen folytatjuk majd, lesz egy harmadik fordulós elemzés, lesz e Afrika Kupa, meg egyéb tartalmakkal is készünk, ami az Afrika Kupát illenti, úgyhogy itt ilyen szempontból nem lesz megállás. Úgyhogy akkor köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!